A héten kezdetét vette a 2023-as KBSK-s focitábor. Hétfőtől péntekig, reggel 8 órától délután 4-ig várjuk a gyerekeket. Összesen 28 gyermek részvételével, egészen a 2017-es születésektől a 2009-esekig, tehát egy nagyon vegyes felvágott életkor tekintve, 6 évestől 14 éves korosztályig. Naponta két edzéssel készül nekik, illetve kettő kvízben is összemérhetik a tudásukat, naponta három Étkezést kapnak, 10 órai, ebéd, illetve uzsonna. Az étkezések között mindig szoktunk kis játékokat tartani. Nagyon élvezik a gyerekek, fergeteges a hangulat, és reméljük, hogy így is fog minden maradni sérülésmentesen, és egy csodás szép hetet tölthetnek itt. Hát minden edzésre ugye készülünk különböző korosztálynak megfelelő játékokkal, illetve egyéni úgymond képzésekkel, paszgyakorlatok, labdavezetés, rugótechnika vannak nálam én a kisebbekkel foglalkozom, ugye kapusok, úgyhogy, úgyhogy, ez könnyen megoldható. Ezen kívül ugye minden edzésen készülünk egyéni, illetve csapatverseny a végén, ugye minden csapatot már hétfőn az első edzésen elosztottunk a Szabival, és ez végigvisszük a, a péntek délutánig, ugye minden edzést, játékkal zárunk, és akkor így lesz egy bajnokcsapat a kékek és a zöldek közt, az idősebb és a fiatalabb korosztály számára is, illetve egyéni Versenyek vannak, és ugye a játék során pedig Gol cím is ö, gazdára fog találni majd pénteken.